Javában tart az adventi készülődés a Szabadság téren. A napokban megérkezett a város fája, és az adventi koszorút is díszítik már a Városgazda Kft. Munkatársai. Szeptember óta dolgozunk az advent megszervezésén, nagyjából követjük a hagyományokat, inkább csak bővíteni szeretnénk az eddigi attrakciókat. A tegnapi napon kedden megérkezett a város fája, Peski Csaba felajánlása jóvoltából ez a szép, gyönyörű formás fa a Gyöngyvirág utcából érkezett, úgyhogy köszönjük neki ezt a felajánlást. December 17-én veszik valójában birtokba a komáromiak, amikor a város karácsonyfájává avanzsálódik. Természetesen lehet hozni díszeket majd rá, a komáromi gyerekek is részt vehetnek majd ebben a dekorálásban, ha szeretnének egyéni kis díszeket vagy üzeneteket tenni erre a fára, ettől lesz a sajátunk, a miénk komáromiaké. Illetve már azért az egyéb attrakciók is készülőben vannak, éppen mögöttünk a Komáromi Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársai díszítik az adventi koszorút, amely természetesen egyfajta szimbóluma, motivuma az adventi vasárnapoknak. 5 órakor gyullad ki majd a fénye az egyes gyertyáknak. Természetesen ezeket a hagyományokat mi is folytatjuk. Nem lesz hiány a nagy közönséget szórakoztató színpadi produkciókból sem. Itt lesz például Janza Kata, Gájer Bálint, Tabáni István, Kós Réka, vagy éppen Karamell. A lecsendesedés időszakához, ahogy az illik, a meghittebb pillanatok is teret kapnak. Mindez megjelenik majd akár a kórusoknak a fellépésében december 2-án és december 9-én, mind a katolikusban, mind a református templomban lesz kóruséneklés, vagy éppen egy olyan a cappella formáció fellépésében, ami ugyancsak december 9-én itt a Városházán láthatunk és hallhatunk majd a napfonat előadásában, ezekre is természetesen ugyanakkora elánnal csábítjuk majd a komáromi közönséget, tehát ez tényleg az elcsendesedésről szól majd, illetve azért a helyi civilek is megmozdulnak ilyenkor. A Garabonciás Néptánc Együttes például meg fogja nekünk jeleníteni a régi népi világ betlehemi játékát. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen sokrétű, mind a szórakoztatás, mind az elcsendesedés, mind a közösségi létet szolgáló programok megjelennek majd a palettán. Az idei adventi vásáron több mint 20 helyi és környékbeli kézműves portékáját tekinthetik és vásárolhatják meg az érdeklődők az Arany 17 rendezvényközpontban az adventi vasárnapokon. Az érdeklődők a Komáromi Kulturális Csoport Facebook oldalán előre tájékozódhatnak a helyi kézművesekről, valamint kínált portékájukról. Aki egyetért azzal a szemlélettel, hogy amennyiben az ajándékozás is teret nyer a családokban, tehát amennyiben ez fontos tényező, akkor igyekezzünk tényleg a helyi kézműveseket azzal támogatni, és egyébként a saját szívünket, lelkünket is azzal megtámogatni, hogy kézzel készült, emberi elővel, emberi lélekkel megalkodott csodákat teszünk majd a fa alá. Erre lesz lehetőség az Arany 17 rendezvényközpontban megszervezett vásárokkal, mert hogy mind december 3-án, mind december 10-én és mind december 17-én is egy szép vásárral várjuk majd az ide látogatókat. Arról nem is beszélve, hogy pont az Arany 17 rendezvényközpontban egy fotódekoráció is várja majd a komáromiakat, ez egy újdonság lesz. Családoknak, gyerekeknek, vagy akár csak pároknak is lesz arra módja, hogy beüljenek majd egy karácsonyi szoba installációba, és ott fotókat készítsenek el. Ennek a megalkotásában Józsi Judit kolléganőm vállalt nagyon nagy szerepet, és a közösség, tehát ez gyakorlatilag megint csak Komáromé ez a megvalósítás, mert az idősebb korúakat tömörítő civil szervezetek, klubok, tehát a nyugdíjas egyesületek vettek részt ebben a megalkotásban, úgyhogy ezt köszönöm is nekik. Illetve fontos a gyermekközönség részére, hogy idén is elérkezik majd a jótevő, a Mikulás. Nyilván minden kisgyermek várja, de mi is várjuk egyébként a Mikulást ide a Szabadság térre, és már jó előre lehet neki készülni szép rajzokkal, esetleg megfogalmazott kívánságokkal, verssel, mondókával lejegyezve, és ahogy a tavalyi esztendőben is volt, egy varázslatos postaláda áll majd rendelkezésre itt a Szabadság téren, és ezeket a kis levélkéket, kis üzeneteket be lehet dobni majd ebbe a postaládába, és mi majd gondoskodunk arról, hogy ez a Mikuláshoz eljusson. De december 3-án érkezik ide a térre személyesen is a Mikulás, és azt ígérhetem, hogy nem lesz üres a puttonya. Az adventi készülődés elmaradhatatlan, testet és lelket átmelengető téli finomsága is megtalálhatók lesznek a Szabadság téren december 2-ától egészen 17-ig. Mi szeretnénk azt nem csak a vendéglátásnak a kibővítésével, hanem a többi attrakcióval is azt
elérni, hogy ne kelljen a komáromiaknak elutazni máshova. Tehát minden igyekezetünk ebbe benne van, hogy itt is megtalálják a kikapcsolódás és a közös ünneplés, közös ünnepvárásnak a lehetőségét.